Szeretettel köszöntök mindenkit az 1848-49-es forradalmi szabadságharc 170. évfordulója alkalmából. Megkérném Önöket, hogy a Rózsafa Hagyományőrző Egyesülettel együtt énekeljük el a himnuszt. Vendéglátóink Petrovics István és felesége, valamint fiúk, István. No, anyuk, mit csinálsz? Már megint könnyes a szemed. Mit szomorkodsz örökösen? Olyan régen írt szegény fiú. Aggódom, nem ért el valami baj. Az utóbbi időben mindig beleálmodom. Sose búsul miatta. Majd odébbám nem tetszik neki az írás. Volt már diák, színész, sőt még a katonáskodással is megpróbálkozott. Ne aggódj, majd hazajön, ha bajban lesz. Az egész országban dicsérik a verseit, te nem örülsz ennek? Jobban szeretném, ha valami tisztességes kenyér keresete volna, és nem firkálna éleken keresztül. Lett volna inkább pap, tanító, jegyző, vagy akármi más. Adjon Isten jó reggelt, drága szüleim. Jó reggelt, fiam. Képzeljük, vásárosokkal találkoztam az utcán, ők újságolták, hogy Pesten a napokban nagy dolgok történtek. Kíváncsi vagyok, mi lehetett ott? Szerdán, március 15-én és másnap egész Pest Budalászban volt. Ezer meg ezer ember járt az utcán. Együtt volt minden igaz magyar ember, és közös elhatározással kiszabadították Táncsics Mihályt. Azt mondták, hogy eddig csak azt az írás volt szabad kinyomtatni a nyomtában, de az osztrák cenzor megengedett. Ilyen formán az író sosem írhatta le őszintén a magyar nép legnagyobb baját. Menjetek, és kérdezősködjetek még egyszer, hát ha tudnak valami hírt a mi Sándorunkról is. Éppen az asztalnál ültek, amikor kopogtattak. Adjon Isten jó napot! Nem tudom, hogy jó helyen járunk-e. Petőfi Petrovics uramat keresünk. Itt lakik? Én vagyok. Én Faludi Gáspár vagyok. Ő pedig a feleségünk Gizella. Isten hozta Önöket, üljenek meg mi nálunk. Adj most a két széket. Honnan jönnek? Pestről jöttünk a vásárra. Híreket hoztunk. Mondják már! Eljöttség! Olyan szép volt az, hogy még most is elfogad a gyönyörűség, ha rámondolom. Mikor elmondom itt is, máshol is, a szívemben újra átélem azokat a dicsőséges perceket. Magyar szabadság. Van ennél szem? Mondják már! Azt sem tudom, hol kezdjön. Szélnál reggel a pesti fiatalság gyülekező helyére hívták össze a népet. Sokan voltak.
Először Jókai Mór olvasott fel egy levelet, melyet a császárhoz és az országgyűléshez akartak küldeni. Ebben a levélben van a magyar nemzet kívánsága. Leírták itt, hogy mi kell a magyar nemzet boldogságához. Mikor Jókai elolvasta ezt a 17 pontot, sokáig érezte, helyeselte a nép. Éreztük, hogy ezen kívánságok a mi jogunkat, a mi földi üdvösségünket, a magyar nép boldogságát fejezi ki magába. Ezután előállott egy fiatal ember. Komoly arca volt, a szeme csak úgy ragyogott. Én még olyan szép verset, szabalátot nem hallottam. Lelkesedett, éjjelezett, esküdözött az egész nép. Verse óriási erővel hatolt be a szívekbe, s lángra gyújtotta a hazaszeretetet. Megszületett a magyar hazaszabadsága. Egyként szívvel, lélekkel zúgt a nép a költő után. A magyarok istenére esküszünk, rabok tovább nem leszünk. Tudják-e, ki volt ő? Sándor fia. Isten áldja meg önöket ezekért a hírekért. Azzal a vendégek felálltak, s elbúcsúztak a vendéglátóktól. Az öreg Petrovics kikísérte őket. Mire visszaért? Felesége egy gyertyát gyújtott a Mária kép előtt, s letérdelve így imádkozott. Boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk, könyörög érettünk. Tekints le szegény árva nemzetre. Ellenségeink könyörtelen szívvel törtek ránk századok óta, hogy elvegyék szívünk, lelkünk szabadságát, hogy megfosszanak bennünket szépséges magyar nyelvünktől. Térden állva kérlek, ne hagyj el bennünket. Add vissza szabadságunkat, áld meg a magyart. Vigyázz fiainkra, köztük az én Sándor fiamra is. Ámen. Idézzük fel, hogy mi is történt aznap valójában. Petőfi Sándor anya. Meg ott is ott lobog végig az utcán az oszlopon, és üzletek oldalán azok a zászlók. Mennyi Petőfi Sándor? Természetesen ma már tudom, hogy Petőfi Sándor költő volt, és a költő egészen más, mint egy zászló. Tudom, hogy 1823-ban született, anyjelve Húz Mária, és úgy Segesvárnál elesett. Ahhoz képest, amit óvodás koromban tudtam, már két professzor vagyok. Mégis, mikor tavasszal fellobogózzák az utcánkat, olyan kedvem lenne kifelé kiabálni magamból, hogy Petőfi Sándor mégiscsak zászló. Thank you.
ünnepnek vannak virágai, minden ünnepnek vannak fényei. A tisztelet virágai és az emlékezés fényei. A szabadság olyan, mint a napfény, olyan, mint a szellő. A szabadság olyan, mint egy mosoly, olyan, mint egy simogatás. A szabadság olyan, mint egy csokor virág. A szabadság azt jelenti, hogy felemelt fejjel járok. Azt jelenti, hogy az emberek szemébe nézek. Van-e még abból a tisztaságból? Van-e még? Van-e még abból a tiszta hitből? Van-e még? Piros arccal jött a hajnal, piros arca vadsugára, komor fényt vet a világra, epirulás vér, harag és szégyen a felébredt nemzetek szemében. Csak akkor születtek nagy dolgok, hogyha bátrak voltak, akik mertek, s ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek. Szerintek a sors idébodát. A férfi vagy, légy férfi, legyen elvet hited, és ezt kimond, ha mindjárt véleddel fizeted. Ha férfi vagy, légy férfi, erős, bátor, szilárd, és akkor hit, hogy sem ember, sem sors könnyen nem árt. Légy tölgyfa, mint a fergetek, ki képes dönteni, de méltóságos derekát meg nem görbítheti. Inkább halál, mint gyáva élet. Igen, veszünk, ha veszni kell, de küzdünk, mi csak egy magyar lesz, s vérezünk dicsően el. Ezt legalább a történelemben rólunk egy nagy emlékezet, egy büszkén épület meggyalázott, de dicsén halt meg, mint született. Akkor is dörgött, s villámlott az ég, s millió vízcsepp verte esernyők. Mint morajló tenger, hömpölygő tömeg kísérte a múzeumhoz Petőfit. Kérték, hogy mondja, rabok nem leszünk, hisz rabok voltunk eddig untalan. Talpra magyar! Híja haza! Itt az idő! Most vagy soha! Rabok legyünk, vagy szabadok! Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak, ősapáink, míg szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Se horvai bitangember, ki most csak kell, halni nem mer, kinek drágább volt élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy napok tovább nem leszünk. Fényesebb alászál a kart, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy napok tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákennek a századok? Lemossuk a gyalázatot! A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink dobor vannak, blokáink lebogolnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. S hogy kezdett ez, mind tudták, hisz ezután már nem állhatni meg. Le a vitorló, trónütő némettel, s magyar szabadság virrat fel neked. Itt születtünk ezen a tágán, itt ringatott
az édesanyám, itt indultál el az útra, s itt jártad ki az iskolát. Itt élnek a barátai, és itt találtad meg szerelmedet. A világon e kívül nincs máshol helyed. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát. Nagy tetteidet bajnok nemzetem. Ott állnak ők, a vakító pillanat, kemény fényében, mint egy fotón. Regényes gesztusok, örök időkre kihagyítva. Ahogy épp azt mondják, emberiség, világszabadság. És komolyan hiszik, amit mondanak, meghihetik. Magyar történet múzsája, vésőt soká nyugodott, vedd föl azt, s örök tábládra vésd fel ezt a nagy napot. A rög alatt most megmozdul a mag, s a szív alatt az örök gondolat, hogy itt a rögből egy darab vagyunk, rajta nőttünk, és általa vagyunk. Száz tükk a nedve még bennünk kering, daloltunk, sírtunk, s rög leszünk megint. Magyar mezőn egy múló kis halom, de repültünk egy bátor dallamon. Mit zengve hoz a márciusi szél, s vele dobban szívünkben a vér. A vér, melyet érlelt annyi nyár, kalászba szökkent magyar napsugár. Anyád porában most mozdul a vér, s indul feléd az új magyar kenyér. Léleké válik benned majd a rög, mely véred, hazád, sírod, börtönöd. És benned dalolja örök dallamát, anyád a rög, hogy ez a föld hazád. Köszönjük a felkészítő tanárnak és rendkívül Annának és Hegymegnérezes Katalinnak. Most pedig felkérném Csicsek Zoltán alpolgármesterről, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Külön köszönetet mondani Tímeának, a dalért szívbe markoló volt. Köszönjük szépen! Tisztelt ünneplő közönség! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket 1848. március 15-e alkalmából rendezett megemlékezésünkön. Önök évről évre összegyűlnek itt a faluházban, nemzeti ünnepeink alkalmával. Nem azért, mert kötelező, hanem azért, mert egy közösséget alkotunk, szeretjük hazánkat, szeretjük településünket, és szeretnénk méltóképpen emlékezni hőseinkre. Minden évben ezt a napot azzal kezdjük, hogy a templomkertben fejet hajtunk, és emlékezünk Futó Sámuel és ifjabb Futó Sámuel 48-as bőcsi hősökre. Megállunk és gondolunk rájuk, és minden magyar hazafira, akik részt vettek az akkori történésekben. Ma azzal az örömmel jöttünk el ünnepelni, hogy 2018-ban Magyarország egy bátor és büszke ország. Büszke, bátor és szabad. Büszke, mert bár nem hisszük, hogy különbek vagyunk mindenkinél, de hisszük, hogy nem vagyunk kevesebbek senkinél. Bátor, mert példát mutatunk Európának bátorságból, elszántságból és határozottságból. Szabad, mert szabadon választhatjuk meg vezetőinket a saját elgondolásunk és akaratunk alapján. Tisztelt ünneplő közönség! 1848. március 15-e reggelén egy olyan folyamat indult el, amely végérvényesen és visszafordíthatatlanul megváltoztatta Magyarországot. Hogy mit jelentettek a magyarság számára a forradalom vívmányai, azt a szabadságharc majd egy éves időszaka mutatta meg, amelynek intenzitása, elszántsága, hősiessége ámulatba ejtette egész Európát. Így csak azok harcolnak, akik valami olyasmit szeretnének megőrizni, amit az életüknél is fontosabbnak tartanak. Ezért olyan rettegett nap minden magyar zsarnok számára március 15-e. Bármikor is, bárki is, bármiről is szónokoljon. Mert valamennyien tudták és tudják, hogy néha egyetlen nap is elég arra, hogy végleg elsöpörje a megingathatatlannak hitt hatalmat. A magyar történelemnek ez az időszaka az, amikor a haza és haladás, a demokrácia és a nemzet ügye
még egybeforrott. Számtalan tragédiánk forrása, hogy később sikerült ezt a két fogalmat kijátszani egymás ellen. 1849 nyarán azonban minden társadalmi réteg egyetlen célra koncentrálhatta erejét, az ellenség feltartóztatására. A császári csapatok ellenében talán még elég is lett volna ez a roppant elszántság, de az Európa csendőreként fellépő cári orosz hadseregnek már nem tudtak ellenállni. Amikor a forradalomra és a szabadságharcra emlékezünk, kevesebb szó esik arról, hogy mi következett utána. Pedig az sem tanulságok nélkül való. Bármennyire is véres és durva volt a megtorlás, a nemzetet nem sikerült megtörni. Majd egy évtizeden át tartott a naszos kitartás, amely végül meghozta a gyümölcsét. A legnehezebb időkben erőt adtak a nemzetnek Deák Ferenc intő szavai. Amit erő vagy hatalom elvesz, azt idő és szerencse visszaadhatják. De amiről a nemzet önként lemondott, annak visszaszerzése kétséges. Az a radikális fordulat, amelyet a nemzet 1848-ban végrehajtott, egyszerűen visszafordíthatatlan volt. Ferenc József császár és az uralkodó körök előtt is egyértelművé vált, hogy birodalmának egységét csak súlyos kompromisszumok árán tudja helyreállítani. Ezért születhetett meg az 1867-es kiegyezés. Az áprilisi törvények többségét érintetlenül átvették, és a kialakuló gazdasági liberalizmus alapozta meg azt a hallatlan fejlődést, amely a dualizmus időszakát jellemezte. Az 1848 nyarán tartott népképviseleti választások még európai mércével mérve is korrektek voltak, ám a dualizmus éveiben folyamatosan erodálódott ez a jogintézmény. Így járt a sajtószabadság eszméje is. De a forradalom első napjaiban még sokan voltak olyanok, akik harciasan reagáltak, ha úgy érezték, hogy annak lényegét veszélyeztetik. Amikor Pozsonyból Pestre jutott a sajtótörvény tervezete, amely nagyösszegű kaucióhoz kötötte a lapindítás engedélyezését, azonnal dühös tömeg jelent meg a városháza előtt. A börtönéből néhány napja kiszabadított Táncsics Mihály is közöttük volt. Életutam című művében így emlékszik az esetre. Közben egy hang emelkedett. Meg kell a törvényjavaslatot égetni! Fáklyákat hoztak, de tétováztak. Én felkiáltva mondám, adjátok ide, ha ti nem meritek, és a fáklyák lángjára tartva megégetém. Ennek folytán a biztosíték felére szállítatott le. Erős Magyarország nélkül nincs erős magyar ember sem. A hanyatlás és romlás ellen kizárólag a megújulás, az összefogás politikája emelhet gátat. Közös, mély erkölcsi megújulásra van szüksége az országnak, civil összefogásra, tudatos közösségekre, olyan megújulásra, ahol értékké válik az iskola, a pedagógus, az orvos és az ápoló. Értékes a tisztességes munka, a törvénytisztelő ember. Értékké kell válnia a nemzeti vagyonnak, a közérdekének, amelyet az állam meg is véd. Mindezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert 48 hősei voltak azok, akik mindezt megálmodták, akik azért harcoltak, hogy hazánkban szabadon, bátran és büszkén élhessünk. Hogy méltók vagyunk a szabadságra, méltók vagyunk az igazságra, a sikerre és a boldogságra. Ezért róljuk le tiszteletünket előttük ma, és így fogunk cselekedni a jövőben is. Köszönöm, hogy meghallgattak. A Rózsafa Hagyományőrző Egyesület műsora következik. Egy verset hallhatunk Kudár Béla előadásában Petőfi Sándor a szabadsághoz, aztán pedig katonadalokat hallhatunk az énekkar előadásában. Édesanyám akkor kezdett siratni, mikor kezdtem kufferomba pakolni. Édesanyám, köszönöm, köszönöm a nevelés, lehajolnék, megcsókolnám a kezét. Édesanyám, köszönöm, hogy neveltél.
Petőfi Sándor a szabadsághoz. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe. Oly sokáig vártunk rád epedve, annyi éjjel által, mint kísértett, bolyongott lelkünk a világban érted. Kerestünk mi égen földön téged, egyetlen egy igaz istenséget. Te vagy örök, a többi mind bálvány, mely leroskad egy ideig állván.
S mégis, mégis számkivetve voltál, mint a gyilkos Káin bujdokoltál, szent nevedet bitóra szögezték, érkezésedet hóhérok lesték. Megszűnt végre hosszú bujdosásod, sírva esett ki neked sírtásod. Bevezettünk, s uralkodás véget, elfoglaltad a királyi széket. Te vagy a mi törvényes királyunk, trónusodnál ünnepelve állunk, körülötted millió s millió fátja, megnyúlt szíveink lobogó lángja. Ó, tekints ránk fönséges szabadság, vess ránk egy éltető pillantást, hogy erőnk, mely fogy az örömláztól, szaporodjék szemed csugarától. De szabadság, miért halvány az orcád? Szenvedésed emléke szállt hozzád? Vagy nem tettünk még eleget érted? Koronádat a jövőtől félted? Ne félj semmit, megvédünk. Csak egy szót, csak emeld föl, csak mozdíts meg zászlód, s lesz sereged ezer és ezernyi, kész meghalni, vagy diadalt nyerni. S ha elesnénk egy szálig mindnyájan, feljövünk a sírból élféltájban, győztes ellenségednek megint kell küzdeni kísértő lelkeinkkel. Bős Rózsáraként énekeljük el együtt a szózatot.